say no, cause my knees were still bleeding, but not a song anymore. Sziasztok, itt a Steng Podcast legújabb adása, én Sajó Dejv vagyok, és Molnár Éka lesz a társam, és akit kérdezni fogunk, akivel beszélgetni fogunk, pedig nem más, mint Lovasi András. Szervusz, András! Sziasztok! Hogy is mondjam, hogy nagyon sok dolog volt a fejemben, hogy miről fogunk beszélgetni, értelek, én arról akartam veled beszélgetni, hogy ilyen tök jó multidézés, meg portrébeszélgetés, meg ilyesmi, csak közben volt egy pár dolog mostanság veled kapcsolatban, amit nem lehet így kikerülni, és attól félek, hogy az egész el fogja vinni a komplett beszélgetést. Majd ügyelek rá, hogy és nem lehet kihagyni egyébként. Ez a győri polgármester jelölt mögötti kiállásodnál mennyire volt a fejedbe az, hogy na ezért tudti, hogy valamelyik oldal meg fog korbácsolni? Hát általában tudom azt, hogy ennek mi a következménye, mert eleinte nem tudtam, de hát aztán megismertem jobban az internet népét, és azóta tudom, hogy ez mivel jár. Nyilván a mértékét azt nehéz megbecsülni. Valószínűleg azért alkatilag azért lettem ilyen kvázi megmondó ember sajnos, mert én nem nagyon szeretek, mikor interjúkat adok, nem nagyon szeretek a saját dolgaimról beszélni, és mindig elterelem, tudod, valamerre, hogy ami engem is érdekel, hogy éppen milyen a magyar szakma helyzete, vagy ismered azt a lemezt, hallottad, milyen tök jó, meg mit tudom én. És akkor nyilván, hogyha a politika szóba kerül, akkor ilyen értelemben az is egy téma, ami engem érdekel. És aztán ez megjelenik. De mivel én megpróbálok úgy viselkedni ezekben az interjúban, amilyen vagyok valójában, ezért aztán ebből sokszor cikkek születnek, vagy nem tudom, mindenféle ilyenek, és akkor ez úgy érdekes. Én lepődök meg a legjobban, hogy szerintem azt, amit kocsmákban megbeszélek másokkal, és ők ugyanazt mondják, mint én, vagy valami hasonlót, és így jutunk valamire, mert én is csak picit azért beszélgetek erről, mert sokszor hallok egy másik véleményt, amitől egy picit okosabb leszek. Tehát, hogy így meghallgatom azt is, ő mit gondol, aha, lehet, hogy tényleg ugyan, stb. És azt állítólag ez a párbeszéd lényege. Szóval, hogy én ezért csinálom ezeket, és aztán az másik kérdés, hogy miért hallgat, inkább számomra az a kérdés, hogy miért hallgat mindenki erről, és miért mindenki azt mondja, nem, mi csináljuk csak a dolgainkat, és akkor úgy egy kicsit az jut eszembe sokszor, amikor az ember, bementem mondjuk 10-15 évvel ezelőtt egy rádióba, és akkor adtam egy interjút, és akkor utána megdicsért a bácsi, aki kérdezett, hogy milyen jól elbeszélgetünk, hát nem ez vagyok szokva. Hát mondom, mihez? Hát, hogy itt általában az, hogy bejön egy zenekar, leadja a menedzser a kérdőívet, hogy ezt az öt kérdést tudják a fiúk kibontani, tehát erre kéne válaszolni. Azért most nem erről volt szó, hogy tegyük hozzá, hogy ennél azért egy erősebb kiállásról volt most szó, tehát mégis egy beálltál egy politikai képviselő. Ez egy általános közelítés volt. Szóval, hogy nagyjából itt általában azért van ez, hogy állandóan ilyen hülye helyzetekbe keveredek. Alapvetően én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az lenne az egészséges, ahogy én viselkedek, vagy akár a popzenészek, akár mindenféle közéletben résztvevő ember részéről, hogy elmondja a gondolatait. Szerintem inkább az a szomorú, hogy az emberek nem mondják el a gondolataikat, de egyébként nyilván ezekből a reakcióból is látszik, hogy azért nem mondják el, mert nem éri meg. Na de azért, amikor tavaly még Ördögkatonon beszéltünk, meg Tusványossal kapcsolatban is azt mondtad még a 444-nél, hogy a zenésznek alapvetően azért a zenével kell ezeket kifejezni, és nem feltétlen kiállással, és ez nem mond kicsit ellent azzal, hogy egy fideszes jelölt mögé álltál be? Bizonyos értelemben majdnem biztos, hogy volt bennem egy ilyen kis ördög, hogy na bazd meg, kapjátok be. Tehát, ezzel meg fog mindenki lepődni, gondolom arra azért számítottál. Így utólag gondolkodtam rajta, szóval, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem kell. Nyilván, aki ismer engem, meg jobban ismer, azon persze röhögött, hogy a legtöbben azt mondják, hogy na, a Lovas is beállt a sorba, és hogy mennyi pénzt kapott ezért, és stb. Nyilván tudják, hogy ez nálam nem így működik. De nyilván, aki meg nem ismeri, az azt gondolja, hogy hát láttunk már ilyet, ugye mindenki előbb-utóbb a nyomás és a pénz hatására megtér a NER kebelére, stb. Ez bizonyos értelemben nyilván elmondtam, most ragozhatjuk még, ez azért van, mert Dézsi Csaba András szerintem, ahogy ez polgármesteri szinten egyébként eddig is előfordult a Fidesszel, egy tisztességes, becsületes, jó szakemberként ismeretes előttem, még azt is mondhatom, hogy a barátom. Soha nem gondoltam azt, hogy egyébként, hogy amikor beszélgettünk, és ugye sok mindenről beszélgettünk, nem gondoltam azt, hogy egy ilyen véres szájú fideszes lenne, akitől azért én egy kicsit így óckodom, tehát én nehezen viselem ennek az ideológiának, mondjuk úgy az ilyen közvetlen
párbeszédben megnyilvánuló gondolatait, vagy nem tudom. Tehát amikor ezen szemtől szembe találkozom, amikor valaki ezeket komolyan gondolja, amiket ugye a propaganda nyomat, akkor azon mindig meglepődök, úristen, tehát milyen mennyi hazugságot kell magába hordoznia valakinek, hogy ezt komolyan tudja venni. Aki cinikus és technokrata, azt úgy megértem, mert hogy oké, azt mondja, ez a dolgunk, ezt nyomjuk. Tehát ezzel úgy különösebben nincs bajom, amikor ezt valaki nagyon komolyan gondolja, akkor az nagyon ijesztő. De hát Csaba Andrásnál egyetlen nem találkoztam soha ilyen dologgal, és amikor felvetette, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen igen, sokkal inkább támogatnám őt, mint azt a másik manuszt, akit nem is ismerek, stb. És azt mondtam, hát miért ne? És most, tehát hogy azt gondolom, hogy egyébként meg senki egy civilnek a jelen esetben, ebben a helyzetben, hogy én vagyok, aki nem vagyok pártkatona, sosem voltam, nem értem, hogy mások akár civilek is hasonló, hogy mondhatják meg, hogy mit csináljak, vagy mit ne. Tehát, hogy ne hülyegyetek már. Az országban, hogy vannak ilyen kötelező direktívák, tehát, hogy azt megszerettük, hogy a NER-nél van egy ilyen igazodási vonal, de hogy azok, akik bizonyos értelemben, és ez egy rendkívül heterogén társulás, arra szövetkeznek, akár szavazóként, hogy le akarják váltani a NER-t, ugye ez is egy ilyen 2 millió körüli tömb, vagy hát sokkal megosztottabb, tömbnek nem mondanám, de sokkal megosztottabb valami. Valami, igen. Mint mondjuk a szembeálló többségbe levő NER tábor. Szóval, hogy azt gondolom, hogy nehogy már egy ilyen harci kutyaként kelljen így egyfelé gondolkodni, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen semmi más nincsen, ami ezt a tábort összehozná, mint maga Orbán, vagy a ülölt rendszer. De attól nem féltél, hogy azért a saját közönségedet esetleg elidegenítetted egy picit ezzel a lépéssel? Én azért csak olyan dolgokat csináltam egész életemben, ami be volt kockázat, és ez, engem ez érdekel. Tehát én azt tudom, hogy kell úgy csinálni mindent, hogy jó legyen. Tehát, hogy azt tudom, hogy tehát nekem az nem tét, vagy nem érdekes, hogy úgy András még sikeresebb legyen, még több ember mondja, hogy milyen jó fej, és hogy engem ez nem érdekel. Élvezed egy kicsit a konfliktust egyébként? Igen. Aha. Mert ez a fontos, hogy ki kell mondani ilyenkor, hogy vannak az olyan típusú emberek, akik sokszor tudják, hogy valamiből konfliktus lesz, de valahol pont élvezik azt, hogy aztán utána leülhetnek és elmagyarázhatják pontosan. Igen, illetve azt gondolom, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy egy olyan országban élünk, ha csak az ember az internetet nézi politikai témákban, akkor polgárháború van látszólag. Tehát elképesztő indulatok szabadulnak el, elképesztő verbális fordulatokkal gyalázzák egymást az emberek, majd kimegyünk az utcára, és ezek az emberek egymás mellett sétálnak, állnak sorba Lidlibe, stb. Szóval, hogy azért innenkor mindig felmerül az emberbe, hogy oké, mi lesz, ha vége lesz ennek a rendszernek? Mi volt a Kádár rendszer után, mikor vége volt? Senki, semmi. Mi lesz, amikor ennek a rendszernek vége lesz? Ugyanúgy semmi nem lesz. Ha úgy lesz vége, mondjuk, hogy nem polgárháború. Tehát nem eszkaladik ez a dolog, és nem... Szóval azt mondod, hogy akkor lehetne itt valami tényleges változás, hogyha mondjuk ez a mostani kormány egy erőszakosabb, hogy mondjam, cselekedet után? Hát bukna meg, nem pedig csak szép lassan leszavaznak. Igen. Tehát nyilván ez is egy forgatókönyv. Tehát, sőt, tulajdonképpen van ez a végkimulás, ahogy mondjuk a Kádár rendszer kilehelt a lelkét, és már mindenkinek érdekében volt, még azoknak is, akik abban annak a fő haszonnal üdvözlői voltak, azoknak is mondjuk érdekük volt, hogy a megszerzett pozícióikat stb. Konvertálják valami mássá, például vagyontárgyakká, vagy kevésbé szemérmesen kelljen gazdagodniuk, ugye. Szóval, hogy és tulajdonképpen ez a rendszer is eljuthat idáig. Tehát minden ilyen típusú rendszernek, ilyen mondjuk úgy, hogy autokratikus rendszernek van egy életciklusa. És hát ha megnézzük akár a közel-keleti országokban, hogy mi történt, akár annak idén a keleti tömbben, szóval, vagy akár a dél-amerikai országok, Kuba. Mi egyszerűen van, amikor az elaggás okán jön el a bukás, vagy a konszolidáció, stb. Tehát nyilván én jelenleg a legkevésbé azt látom, ahhoz tényleg egy csodálatos fordulatra lenne szükség. Mondjuk egy Borkai videóra? Igen, hogy a jelenlegi ellenzék váltsa le ezt a kormányt. Tök jó, hogy mondtad, mert erre akartam visszakanyarodni, hogy itt azért nem feltétlenül az volt a baj a győri helyzetnél, hogy... Nem volt baj. Vagy amit mondtál, hogy nem az van feltétlenül, hogy meg akarják mondani az emberek, hanem nem érzed inkább azt, hogy végül is egy olyan szituációba álltál egy Fidesz jelölt mellé, ahol azért ennek van előzménye, és ez nem menti szerinted picit föl általad a Borkai botrányt. De mi köze a Borkainak ilyen értelemben? Hát miatta van a szavazás, szóval valamilyen szinten azért van. Ja, és hát most van egy esélyük arra, és volt egy esélyük, hogy egy jobb polgármester legyen, mint a Borkai. Valószínűleg a Dézsi is jobb lesz,
és valószínűleg az ellenzék is jobb lett volna, hiszen a Borkai valószínűleg azért nem volt egy ilyen nagyon jó polgármester. Vagy egyébként megszavazták így is amúgy, ja, tegyük hozzá. És igazából, amikor a Fidesz megtalálta Dézsit, és én egyáltalán is beszéltem erről vele, azt már elmeséltem, hogy hogy jött ez a felkérés, ne ragozzuk végig még egyszer. Azt hiszem, ti is szemléztitek. És, aki esetleg nem tudna, a hallgatók közül a győri polgármester jelölt régi személyes barátotok a magyar zenei közegben egy ismert figuránk számít, sokszor segített nektek, ti sokszor segítettek neki. Igen, és mi szóval egyébként mások is kiálltak mellette, azért tudni, ezt tudni kell, tehát például, mit tudom én, nem feltétlenül a jobb oldalon pozícionált figurák, tehát azért csak az enyémnek lett nagyobb viszonya, mert hát ugye én olyan szépen tudok mondani mindent. Szóval a lényeg az, hogy amikor a Fidesz megtalálta Dézsit, akkor abban a pillanatban tudta az amúgy sem rettenetesen izmos ellenzék Győrbe, hogy vége. És mindenki, tehát nekem azért van egy-két győri ismerősöm, sportvonalon is, meg így úgy, és mondták, hogy hát ez elment, ez a hajó. Tehát a Dézsinek olyan hitele van, vagy olyan népszerűségi indexre tett szert ez alatt a 10-15 év alatt, miközben nem politizált nagyon látványosan aktívan, de mint orvos annyira közismert és annyira fontos része a városnak, vagy annyira megbecsült tagja a szitójánként a városnak, hogy azt mondták, hogy ez nem kérdés, hogy őt fogják megválasztani. Én arra reagálnék egy picit, amit az elején mondtál, hogy mindenki kussol a magyar popszakmába, ha politikai megnyilvánulás ról van szó. Egyrésztről ezt... Hát egyébként másról is, tehát már egymásra szokták fikázni mindenki. Akár megnézed egy backstage-et, ott a smúzolás, meg minden, miközben hát egy normális, egészséges dolog az szerintem, hogy van véleményünk a másikról, sokszor negatív, ezt el is lehet mondani. Magyarországon általában egy tárgyalagos vélemény mondjuk, vagy tárgyalagosság a törekvő vélemény mondjuk egy adott albumról, vagy egy adott dalról, az általában a művész személyes sértődését váltja. Mondjuk ez nagyon vicces, hogy te mondod pont ezt. Igen, de azért mondom tovább, hogy kollégák között. Az, hogy kritikákon, vagy amit ugye utalsz erre az Index kritikára, az, hogy megsértődik, művész szerintem az tök általános, ha már elolvassa. Vagy valaki nem olvassa el a kritikákat, vagy megsértődik rajta. Tehát, hogy szerintem ezen nincs baj. Inkább azzal van a baj, hogy az a fajta mondjuk ilyen megtisztító, vagy akár egymás segítő párbeszéd, a zenészek között egyáltalán nincsen. Tehát van ez a smúzolás, és azon kívül senki nem mond semmit a másiknak. És pont azért, mert nagyjából úgy kezeli rengeteg ember a zenekarát, vagy a produkcióját, mint hogyha a saját édesgyereke lenne, és nem képes távolságot tartani attól, hogy van egy produktuma, és van a saját személyisége. Sokszor nem a személyiségét támadod, hanem egyszerűen azt, amit letett az asztalra. És szerintem ez általánosságban elmondható. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a tusványos kapcsán azt mondtuk el, hogy attól még, hogy egy ember játszik tusványosan, nem azt kell figyelni, hogy hol játszik, hanem de nem, Magyarországon minden cselekedetet szimbolikus. Minden megnyilvánulásodnak súlya van. Nem mindegy, hogy mikor állsz föl, melyik dalnál, mikor ülsz le. Te felálltál volna a nélküled alatt? Őszintén. Biztos, hogy nem. Te is ülve maradtál volna? Persze. De nem azért, nem, nincs vele semmi bajom. Szerintem egy ilyen tök szép dal, meg hogy én azért valamennyire ismerem a nemzeti rockot, úgy egyszerűen csak érdekel. A Haltpénzszámokat is ismerem, tehát az is érdekel, hogy mitől népszerű, és akkor azokba is belehallgatok. És azok között egy kifejezetten jobban megírt dal, meg itt tudom én. Nyilván ez ugyanolyan, mint hogyha számon kérnénk azt, hogy a liberálisok miért nem állnak fel a Hajé Rózsa Volnékra, vagy mit tudom én. Vagy akár az egész ország. Ezzel az erővel az is lehetne egy himnusz, nem? Ebben én teljesen értek. Én a himnuszra meg a szózatra fölállok, és majd, hogyha lesz az alkotmányban, hogy erre is illik fölállni, akkor kénytelen kelletlen, de erre is fölállok. Addig meg mindenki kapja be, aki szerint nekem föl kell állni. Két példát mondanék, és nagyon érdekel, hogy mit gondolsz róla, mindkettő a Petőfi Rádióval kapcsolatos. Annak idején, mikor a Petőfi Rádiónak a felhigítása, kihelyezése először elkezdődött a sajtóból, hogy akkor volt egy nyílt levél a Volt Fesztivál szervezők, rengeteg zenész, klub, nem tudom, hogy te aláírtad, de hogy nagyon sokan aláírtak a magyar szakmából. Valószínűleg aláírtam volna, hogy aláírtam, mert nem emlékszem, de... Én sem emlékszem pontosan, de sokan aláírták, hogy aggódnak a rádió főnek a minősége miatt, a dalok miatt, hogy mi lesz ebből. Szerintem az lehetett látni, mi lesz ebből, mert ez nem egy egynapos folyamat volt, de mondjuk úgy, hogy ez volt amikor ugye a
ezt úgy szokták mondani, amikor az ember néz egy ilyen egy haldokló állatot, hogy akkor kinyílik a hasa, és kiesnek a kukacok. Tehát ez az a pillanat. Igen? Én arra gondolok itt, hogy ezek után, hogy ez a levél elkészült, a Petőfi zenei díj az ugyanúgy 3 hónappal később az ott volt a Volt Fesztiválon, ott volt az összes magyar zenész, aki aláírta a papírt, majd később, amikor a Nem, mert én nem voltam ott. Lehet, igen. És egyébként meg voltam hívva. Hívnak azóta is egyébként? Petőfi zenei díjra? Nem. Akkor még lehet, hogy nem voltam Indexen, és azóta Indexen vagyok, tehát azóta nem. Te most itt arra, most a Volt Fesztiválra vagy a Petőfi rádióra nem, gondolsz? Nem, a Volt Fesztiválon nyilván nem vagyok Indexen, ott gondolom nincs lista, az MTV-a. Azért hoztam csak fel ezt, bocsi, hogy a Szerika, aztán hagylak téged kérdezni, csak hogy aztán később volt a sztori, hogy a Fluort letiltották, hogy a Petőfi rádióba, és a Tomival én beszélgettem erről nem is egyszer, hogy ő azt sérelmezte egy picit, mint egy hasonló arc, mint abból a szempontból, hogy ha ő megszólal valami közeleti témába, akkor az Fluor 2-es pont is kín van mindenhol, hogy amikor őt letiltották a rádióba, és mindenki tudta, hogy ez történt, senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy oké, akkor én nem engedem a zenéimet játszani, oké, én akkor bojkottálom a rádiót, nem volt semmilyen olyan összzenész összefogás, aki azt mondta volna, hogy gyerekek, az ilyen most már egy bizonyos határátlépése. De bármikor összzenész összefogás, bármilyen ügyben. Na ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ez alapvető, ez alapvető zenész tulajdonság, vagy ez alapvető mondod, magyar tulajdonság? Nagyon egyszerű sztorit, ami mutatja, hogy mennyire nem volt soha, és hogy mennyire tulajdonképpen mindenki a saját, arra van kondicionálva, hogy a saját boldogulását nézze minden helyzetben. De hát ez mondjuk nem ismeretlen a magyar polgárok előtt, tehát hogy a közösség mondjuk úgy, hogy az individuum fölé emelése az gyakorlatilag maximum egy-egy pillanatra szokott összejönni. Na, és akkor még szépen fogalmaztam. Szóval, hogy volt, egyszer játszottunk Csongrádon, azt hiszem, igen, Csongrádon egy felszerelés, ami rettenetes volt, egy szabadtéri koncert volt, és minden ízébe dobta a hibát, tehát minden része rettenetes állapotban volt, és kiderült, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva ez lesz az E-Foton is. Tehát akkor még nem mindig Velencén volt az EFOT, hanem akkor még egy ilyen vándorfesztivál volt Baján. Ez a második bajai EFOT volt, azt hiszem. És mi fölhívtuk a szervezőket, és mondtuk, hogy már a zenekar menedzsmentje, hogy mi ezen a felszerelésen nem szeretnénk játszani több ezer emberőt, mert alkalmatlan a felszerelés, és egy kör-e-mailt küldtünk az általunk ismert zenekaroknak, hogy figyelj, ha most közösen fellépünk, akkor még most el lehet érni, hogy ne ez a technika legyen, ami nyilván olcsóbb, mint egy jobb technika, de hát a nyomásra ez megváltozott. Ó, persze, mindenki mondta, igen, ja, igen. Na, minden zenekar lement, csak mi nem. És mindenki, mikor jött hazafelé, akkor mondta, hogy ez borzasztó technika volt, hát én nem tudom, hát ilyet hogy lehet kilakni a zenekarnak. De szerinted akkor mi kéne itt Magyarországon ehhez a nagy zenész összefogás? Ha lenne is zenész összefogás, mert nyilván Fluor egy viszonylag közismert és nagy ismeretségi körre rendelkező tagja ennek a zenész társadalomnak. Ha bárki is szolidaritást érzett volna, majdnem biztos, hogy a menedzsment azt mondta volna, hogy ne hülyeskedj. Hát azt nagy nehezen intéztem el, hogy heavy rotációba menjen a tisztartó Titusnál ez a dal, vagy a Boros Csabához bemelhess és muzolni ezzel a... Hát most ne szard már telibe az én munkámat. Tehát, hogy abban a pillanatban, ha más nem, ha a zenész még jó indulatú is lenne, és azt mondja, hogy figyelj, álljunk már össze, és szolidáljunk. Abban a pillanatban a menedzsment, amelyik tényleg szigorúan a zenekar érdekeit hivatott képviselni, abban a pillanatban ezt megakadályozza. Én fölálltam volna a Fluor, mert én mit vesztek vele? Persze. Semmit. De nyilván akik meg játszanak, akiket játszik a Petőfi Rádió, azok meg nyilván nem tehetik ezt meg. Egyébként meg majdnem mindegyiknek megvan a sajátos személyi becsatornázása a Petőfi Rádióba, vagy politikai, vagy egyszerűen csak tényleg egy ilyen. Elég az, hogyha mondjuk szerintem például majdnem biztos vagyok, hogy a Wellhello-t azért játszák a kis fegyelmezetlenségeik ellenére is, mert valószínűleg valamelyik fideszes potentátnak a lánya, vagy a nem tudom még kinek tetszik. Ez bőven elég egyébként. Elmondta... A telefonál is azt mondja, hogy fél, de nem lehetne, de esetleg-e. De az itt elmondta olyan neveket, akik, a Boros Csaba, nem lepődnék meg, hogyha játszottak volna már egy színpadon az elmúlt X évben. Előfordult. Tisztartó Titus is elég régóta a piacon van. Azért ezt te valószínűleg egy ilyen mondás nem csak úgy előhúzza valahonnan, hanem akkor ezt te erről meg vagy győződve, hogy ez így működik szerinted. Mi? Hogy hát a Wellhello azért kerül rotációba, mert hogy valamilyen fideszes potentátnak a kislánya nagyon szereti. Hát, hogy vannak ilyen különböző erők, amik döntenek erről, ezt pontosan nem látja senki, de ez így is működik. Tehát ennek azért lényege a Fortéos félem igazgat, ugye nem mostani kifejezés. Szóval, hogy ez abszolút működik. Tehát, hogy igazából mindenki, minden csinovnyik minél lejjebb van, annál inkább túl teljesít. Tehát, hogy minél
minél följebb van valaki a NER kaszt rendszerébe, annál inkább megengedheti magának, hogy okos, nagyvonalú és kedves legyen. Itt közben zenei összefogásról és... Ez a szakma nem erről híres, de meg kiállásról, meg ilyenekről, a Petőfi kultúrás identitás hiánya nem csak a zenészekre jellemző, bármikor bármit csináltak a kulturális életbe. Már az is nagy szó volt, azon is kiakadtak a Vidnyánszkék, hogy három színház, meg a meg néhány független társadat elmert menni egyszerre tüntetni. Tehát már ez is óriási skandalum volt. Tehát akkor mit gondolunk? És mindenki, és úgy van kijátszva, és mindenki úgy van sakba tartva, hogy egyszer nem éri meg. Tehát, hogy miért? Tehát, és ráadásul nem a személyes gyávaságról van szó, hanem mondjuk azt, hogy egy színház igazgató azt mondja, hogy figyelj, itt, mit tudom én, 150-200 család egzisztenciával szórakozok. Meg egy nagy múltú színházzal, amit működtetni kéne. És ez nem egy olyan színház, amit mondjuk jó esetben egy nagyobb színházra gondolom, amiben olyan egyszerű beterelni 1000-1200 embert. Tehát ez egy fölépített infrastruktúra, hagyomány, kiépített közönség, stb. Ez egészet dobjuk ki a francba azért, mert most szolidálnunk kéne. És nyilván így működik minden szolidaritás, és nyilván mindenhol, tehát az a tanulság, hogy az, aki szolidális, az rosszul fog járni. És hogyha amíg ez a tanulság, és amíg egy közösség nem tudja megvédeni azokat, akik kiállnak előre, az élére, a saját érdekeiért, a közösség érdekeiért, addig, addig ne beszéljünk közösségről. És addig, amíg nagyon sokszor az a tanulság, hogy a közösség azt látja, hogy aki kiállt előre, az hirtelen a saját érdekeit kezdi el érvényesíteni, addig sem tudunk közösségről beszélni. Ez kicsit ellenzéki kritika? Jól érzem egy picit? Kicsit társadalom kritika. Tehát nyilván az ellenzék is olyan, amilyen a társadalom, meg hát a NER is olyan, amilyen a társadalom. Tehát hogy mindenki azzal főz, ami van. Tehát, hogy azért az Orbán az egyszerűen csak tulajdonképpen egy sokkal tehetségesebb politikus, mint a kortársai közül bárki, és egy jó politikus, mint tudjuk, addig megy, amíg a fal adja a másikat. És hogyha másodszor is a fal adja a másikat, akkor megtanulja, hogy hol a fal. Aztán meg kell lebontani, és ha sikerül neki, akkor pedig ki tudja terjeszteni a tevékenységi körét. Akkor azt mondod, hogy te tiltó listán vagy az MTV-nál? Hát tőlük kéne megkérdezni, de... Az van, hogy többször kérdeztünk ilyet. Erről? Egyébként, hogyha van sztorid, akkor kíváncsi lennék egyébként. Hát volt olyan, hogy egy olyan produkcióval játszottam, voltam vendégénekes, amelyik mondjuk úgy, hogy viszonylag NER kompatibilis, latin nyelvű keresztény himnuszokat énekelt. Fiesta zenekar? Hagyjuk ezt. Szóval, ne szórakoztassuk mindenáron a podcast hallgatóit. Rendítsek. Szóval, és a zenekar vezetőjével, aki egyébként nagyszerű barátom, és egy nagyon tehetséges művész embernek ismerem, készült egy interjú annak kapcsán, hogy éppen egy templomban muzsikáltunk. És én ott tettem, rakosgattam a kottáimat, meg mit tudom én, és akkor állj! És akkor leállás, és akkor mondták, hogy hát bocs, de ne legyél benne a képbe. És mondták, hogy nem lehetek a képbe, tehát hogy a háttérbe se. És akkor utána a következő ilyen sztorim szintén ugyanúgy valami, akkor egy vers megzenésítéses balén voltam, és akkor mondta a kiszálló kulturális riporter, hogy hát ugye a rendezővel készítenének, hát a fellépők közül, én voltam az egyetlen zenész, és mondták, hogy melyik színésszel igen, és akkor mondták, hogy de hogy azt lehetne, hogy miközben mi beszélgetünk, a közben te zenélj. És akkor mondtam, hogy ne hülyeskedj, és milyen akkordokat szabad játszani. Én azért téged úgy azt gondolom rólad, hogy egy ilyen helyzetben te odamész, és a gitárt felemelve azt mondod, hogy húzz innen a francba. De ez nem az én produkció. Aha. Tehát én nem tehetem meg azt, mint vendég, hogy ennek a produkciónak áll csak. De ha hívnak, ha egyébként elmennél? Köztévébe? Petőfi TV-be, Petőfi Rádióba. Most képzeld el, hogy ennek az ügynek a kapcsán hívtak, és mondtam, hogy természetesen abban a pillanatban, hogyha beszámolnak a művészi tevékenységemről, akkor egy mondat erejéig erről is nagyon szívesen megemlékszem. Nem furcsa az, hogy csak akkor hívtak, amikor egy fideszes polgármester jelölt mögé beálltál? Látsz ebből összefüggést? Én nem látok, tehát azért szerintem nincs egy ilyen nagyvonalú, vagy egy ilyen minden szituációra lebontott terv náluk sem, hanem ez egyszerűen, tehát olyan is volt, hogy fölhívott egy szerkesztő, nem, az volt a legtöbb, hogy általában fölhívott egy szerkesztő, és mondtam neki, hogy
hogy ugye, stb. Menjek be valami műsorba, és mondtam, hogy hát az van, hogy nem, ez nem fog összejönni, de mindegy, próbáljuk meg. És mondta, hogy de András ízi. És általában az a legviccesebb, hogy nem azt mondják, hogy tényleg nem jött össze, hanem az, hogy figyelj, az időpont nem jó, vagy tehát, hogy valami, és mindenki lemondja. Tehát, hogy ugyanazok, akik fölkérnek, azok felhívnak 2-3 hét múlva, és azt mondják, hogy bocs, de sajnos nem jó. A dalt is kritizáltad egyébként egy másik interjúba, és én nem tudom, láttad most az első adást. Nem, de úgy belenéztem egy számba, mert egy ismerő zenekar volt, és kíváncsi voltam. Melyikre voltak kíváncsi? Fatal Error. Fatal Error. A Réka, aki az ő menedzserük, az nekünk is segít, bedolgozik hozzánk a mi cégünkbe. És hogy tetszett? Mit gondolsz dalról? A zenekar... Tényleg segíti a magyar könnyűzenét egy ilyen műsor szerinted, ahogy a köztévé ezt állítja? Nem, tehát figyeljetek, a magyar könnyűzenének, mint minden kulturális iparágnak, az segíteni a legtöbbet, ha nem akarnak neki segíteni. Tehát, hogyha azt, akkor semmi állami támogatás, piacot, semmi mindenről mondjunk azt, le. Nem, azt, hogyha azt a piacot, amelyik valamilyen módon kezdett kialakulni a 90-es évek elejétől, és így kialakultak bizonyos törvényszerűségei, nyilván elsősorban a népszerűség mentén jutalmazódtak zenekarok, pontosan azt a fajta hierarchiát, amelyik mondjuk csak a népszerűségét veszi figyelembe, azt szerintem, tehát azt segíteni kell, hogy ne csak feltétlenül a nagyon népszerű zenekarok legyenek mindig, mindenhol jelen, hanem pont azért, hogy műfajú sokszínűség legyen, pont azért, hogy egy csomó olyan dolog legyen, ami egyébként nem feltétlenül talált még közönségre, de még egyszerűen közönségre találhat, azok életben maradjanak. Illetve maradjanak életben azok a műhelyek, helyszínek, stb. Amik a kezdő zenészeket szolgálják. Próbahelyek, zeneoktatás, hangszervásárlási opciók, stúdió technikai ismeretek oktatása, menedzserképzés, producerképzés, magát az infrastruktúrát életbe tartó ismeretanyag átadása. Szerintem ez mind nagyon fontos, és ez mind magától nem oldódik meg, és minél azért a mi popzenei piacunk mindig egy picit mucsai volt, mindig egy picit mondjuk, hogy követő volt, tehát mindig egy picit egy rosszabb kopia volt az épp aktuális nyugat-európai, főleg angol száz trendeknek. Nyilván, de ezen nem kell beletörődni, illetve én azt gondolom, hogyha ez normális, egészséges támogatási rendszer lenne, akkor ennyi idő alatt, és ez mondjuk 10-15-20 évig kiszámítható lenne, és nem kéne minden negyed évben meglátogatni valami államtitkár helyettest az aktuális producereknek, és a dalba bekönyörögnie magát zenekaroknak, főleg nyilván kezdőknek, stb. De akkor, tehát hogyha nem egy ilyen személyes, kijárásos rendszeren alapuló támogatási rendszer lenne, hanem egy automatizmusokon alapuló mindenki számára átlátható rendszer, akkor ez egy tök jó rendszer lett. Beszéltél a pezsgő magyar kulturális életről, hogy említetted azt itt is egy fél szóval, meg más interjúkban is. Az Orfű miatt nyilván ilyen szempontban te is részese vagy, viszont ahogy én látom Orfűt, és talán a Réka is majd, az utóbbi pár évben, mintha sokszor beszéltél halott pénzről, mint hogyha ezek az zenekarok eltűntek volna Orfűről. Nincs halott pénz, nincs punani masszív. Egyszer volt intim tornás halott pénz. Ez egy hosszabb folyamat igazából. Miközben egyébként pécsi zenekarokról beszélünk. Igen. Hát ennek több közelítése van. Az egyik az, hogy valamilyen módon, amikor a Petőfi 2006-ban mondjuk arculatot váltott, és hogy a fiatalok felé fordult, és nyilván kinyitotta azt a kereskedelmi rádiós ízlést, ami addig meghatározta talán a Danubius rádió óta a magyar zenei közízlést, vagy azt, hogy milyen zenekarokat játszanak, vagy milyen produkciókat játszanak rádiókba, kereskedelmi rádiókba, tehát, hogy vagy bármilyen rádióba. Tehát egy vélt, elképzelt elvárást helyett azt mondta, hogy jó, de itt van egy 30Y, van ez, van az, és elkezdett egy csomó minden mást is játszani. Lettek folk zenekarok, és egy ilyen hihetetlen virágzás indult meg, amit éppen nem volt semmi más, csak annyi, hogy feltorlódott egy csomó zenekar, amelyik média felület hiány nem tudott eljutni az emberekhez. Eljutott egy bizonyos, mondjuk klubszinten mérhető népszerűségig, és ott megtorpant. Ez szinte minden olyan zenekarra elmondható, amelyik akkor amelyre akkor az ország így rácsodálkozott. De ezzel együtt nyilván egy csomó minden más produkció pedig, amelyik abszolút kommercionális elemekből építkezett, az ezzel együtt így összekeveredett ezekkel a zenekarokkal. Tehát mondjuk az alter féle közelítésnek zenei vagy egyéb ambíciókat tekintve nem sok köze van a mondjuk a
egy olyan, egyébként szerintem kedves és vállalható, de commerce produkció az, mint mondjuk a Margaret Island. Uh-huh, uh-huh. De ez a kettő is összekeveredett, uh-huh. ami addig bizony, egyébként tök jól, tehát ez egyetlen nem baj, ami addig bizonyos értelemben a rádió szerkesztőknek köszönhetően, hogy ezt köszönhetjük, azt nem tudjuk, de ketté vált. Vagy ketté, vagy sokfelé volt válva. Hirtelen minden minden rádiós popzene lett. Ez tartott ez néhány évig ez a dolog, és aztán 16-ban, amikor ugye végképp befejeződött a Petőfi Rádió NER kompatibilissá tétele, akkor ez megszűnt. És újra nagyjából ugyanaz az ízlés terror kezdett el dominálni. Pozitív zenekarok, hírek, az a fajta szand, az a fajta ilyen. Hát ez a gyáva fos, ami így általában szól mindenhol. Nyilván én egy csomó zenészt ezek közül szeretek, meg izé, de amit játszanak, az szerintem szar. De ez az én személyes ízlésem, tehát ez nem azért van, mert hogy én izé, hanem miért? De neked is van ízlésed, meg a Rékának is van, szóval ti is gondoltok valamit a világról, és aztán te kritikákba, vagy a Réka is felvállaljátok, és akkor nyilván ott azért valamilyen módon a saját ízléseteknek is, vagy abszolút. A zenei identitásotoknak kell tükrözni. Ez az én. Uh-huh. Ne, és ez szerintem semmi rendkívül nincs benne. Én sose voltam azért ennek a fajta zenének a híve és a szószóló. Én nem hallgatok ilyen zenéket egyszerűen. De mindegy, ez mellékszál. Csak tudom, hogy megint, mert egyszer életemben valamit mondtam egy YouTube lemezről, az volt az első csalálkozásom az internet népével, az még 2006-ban volt, és mondtam, hogy hát ez a YouTube lemez, hát van rajta talán egy jó szám, és akkor kaptam először ezt a hol voltál te még akkor, amikor föl se érsz a lábom, csüdjükig sem, stb. Hát én szerintem, meg hát attól szép azért, hogy az embernek van véleménye, és azt el tudja mondani. Na jó, de akkor te így beleiszolsz, Orfi, akkor neked van még szabad az a kapcsolatban, hogy gyerekek, én unom a Margaret Islandet, szerintem nem jó, ne legyen. Teljes, fő stratégiai kérdésekben beleszólok, de minden zenekart illetően tehát vannak olyan kéréseim, amiket a Tamásék vagy tolerálnak, vagy nem. Vannak olyan zenekarok, amiket nagyon szeretnék, de be kell áldoznom egy másikért, vagy nem tudom. Szóval, hogy azért nem azt mondom, hogy az én kompetenciám olyan nagyon messzire nyúlik. Tehát, hogy de a főbb dolgokat azokat egyeztetjük és megbeszéljük. Aha. Na szóval, visszatérve 16-ra, ekkor azt mondtam, hogy most a következő fog történni a magyar popzenében, ez olyan lesz, évekig, mint egy tetsz halott. Tehát aki valamilyen módon ismertségre vergődött, az ott marad, és így, mint hogyha lefotóztad volna azt az állapotot, lesznek még apróbb kis változások, de nagyjából az fog történni most, ahogy áll. Tehát nagyjából a következő években azok lesznek a népszerű zenekarok, akiket most látunk. Tehát tulajdonképpen ezeknek akik most vannak a toppon. Ez nagyjából szerintem így is történt. És én azt mondtam, hogy és megint ketté fog válni, sajnos, megint ketté fog válni a kereskedelmi, rádiós, commerce, popzene, és minden más. És akkor mondtuk ebbe az évbe, hogy mi a minden más, deklaráltan a minden más fesztiválja akarunk lenni. És ehhez tartjuk magunkat, és mivel azt gondolom, hogy és ennek van egy anyagi vonzata is egyébként, hogy ezek a zenekarok, miközben ők maradtak fönt a csúcson, ekközben egyre drágábbak tudtak lenni. Tehát mivel nem jött alulról a konkurencia, vagy csak a rádió által irányított konkurencia jött, mondjuk a Bagosi Brothers, ezért egyre drágábbak tudtak lenni. És azt mondtuk, hogy hülyék lenném kifizetnie. Tehát ráadásul ott van egy fesztivál, amelyik bizonyos értelemben szerencsére, mint brand önjáró lett. Tehát, hogy... Magyarul akkor is teltházban, ha nincsen Queen Bee, ha nincsen halott pénz, ha nincs... Kivintől kifejezetten féltünk, hogy mit szól ez a közönségünk, és megdöbbentő, hogy tulajdonképpen nyilván az emberek sajnálják, de, és mi is sajnáljuk, ennek ellenére azt mondták, hogy jó, hát akkor majd biztos jövőre lesz, de hogy azért például a Heaven Street 7-nek nagyon örülünk. Tehát, hogyha... De az mondjuk egy visszatérő igen. Buli, szóval hogy... van egy igen. esemény, amelyik bizonyos értelemben örömteli esemény, akkor lehet, hogy egy csalódást kompenzálni tud, hiszen a Queen Bee minden eddigi fesztiválon játszott. És amikor felmerült az, hogy ezek a zenekarok, amiket bizonyos értelemben nem éri meg megvenni, mert drágák, szerintem nem is érnek annyit, és a közönségünk sem különösebben igényli, tehát úgy tűnik, hogy ez a fesztivál olyan lett, hogy a közönség el van ezek nélkül, a zenekarok nélkül is, akkor minek vegyük meg őket? Miközben személyesen rendkívül jó a viszonyunk velük, de amúgy pedig a zenét
a zenéjüket nem gondoljuk feltétlenül kompatibilisnek a Fishing on Orfűvel. De nem ősz egy Orfű, mikor elkezdik a fesztivál, és teltházban egy fenülsz a kakasülőn, és azt mondod, hogy na jó, hát azért ez, nem, ez, én akkor ez én bulim. Nem, én izgulok, hogy minden jó menjen, és hogy ne duguljon el a vezeték. És, tehát, hogy én... Ennyire? Ilyen mikromanagerős? Ilyen, ennyire... Hát főleg az első időkben, ez, most már azért szerencsére van egy olyan stábunk, amelyik így kialakult, és mindenki tudja a dolgát, és nem az van. Tehát ez, nyilván, hogyha én ott még szaladgálnék, az egy, akkor ez egy rossz fesztivál lenne. De azért ott ülök a walkie-talkie-val, és hallgatom, hogy jó, akkor minden jó. Visszacsatolok a Pezsgő fesztivál életet, azt a, még egy régebbi Index cikkből idézted, amit pont veled csináltunk, és ott még arról beszéltél, azt hiszem, hogy ugye ez egy, ez a Pezsgő fesztivál élet, ez egy buborék, ami ki fog majd pukkanni. És szerintem a körül volt az is, hogy elég sokan a gerendaiék is arról beszéltek, hogy telítődik a fesztiválpiac, hogy ez egyszer vége lesz, és tök gáz lesz az egész, és lesz egy ilyen lefele menet, és hogy látod így 2020-ra? Én azt gondolom, hogy amíg nincsen egy olyan típusú országos elérésű média, amelyik meg tudja mozdítani a magyar popzenét, nyilván arra gondolok, hogy ne a szokásos arcokat és a kézbetartató, ilyen főleg a kereskedelmi tévéken edzett arcokat lássuk éjjel-nappal, mert őlük van nagyon sok újdonságot nem várok, addig ez a dolog bizonyos értelemben, ahogy mondtam is, egy ilyen fagyasztott halra fog emlékeztetni. Tehát minden egy picit ugyanígy marad, mindenki ugyan. Ráadásul a magyarok szeretik ezt. Tehát, hogy a kis langyos vizet? Hát azt a fajta ilyen kvázi ilyen elhazudott helyzeteket, amikbe szocializálódunk. Tehát, hogy ez is egy olyan elhazudott. Minden rendben. Szóval azt, hogy nem ugyanazokat az embereket lássuk, azért az, közben meg az összes ilyen alternek nevezhető fesztiválon ugyanazokat az alter arcokat látjuk, akik már, az már inkább mainstream lesz az alterből is, nem? Én azt gondolom, hogy azért az nagyon, arra nem tértem ki, amikor ezt a utolsó 10 évet a magyarországi popzenéről beszéltünk, és ugye összekeverednek a műfajok, és minden ugyanazon a színpadon lép fel. Tehát olyan típusú zenekarokkal egy színpadon játszunk, ami mondjuk a 90-es években elképzelhető volt. És egy picit azt gondolom, hogy azok a zenekarok, vagy azok a produkciók, amik aztán kereskedelmi rádiós játszások által fent tudtak maradni, és népszerűek tudtak maradni. Kereskedelmi rádiót, most a Petőfit is ide értem, mert mindegy, nyilván nem az. Szóval, hogy a lényeg az, hogy ezek ennek a fajta alter világnak, hiszen azért, ha belegondolunk, a Punani is honnan jött meg, tehát főleg a hip-hop színának mindig van egy ilyen alter megmondósabb időszaka, a Fluornak is volt, ő is volt egyszer Krúbi. Szóval, hogy... Ezt nagyon jól látod. Szóval, és aztán nyilván a fogyasztói szokásokhoz igazítják egy kicsit a produkciót, akkor mondjuk így. De, hogy abból a színából, amiből jöttek, onnan hoznak egyfajta erkölcsi tőkét. És ezt az erkölcsi tőkét nagyon fájdalmasan élik meg, amikor ezt el akarják tőlük venni. És a személyes identitásukat érzik megsértve, stb. És szerintem ez egy óriási hiba, de ugyanakkor meg azt látom, hogy azokat a pozíciókat, amiket valamikor az alter zene, a rockzene és a stb. Birtokolt, és ez nem egyébként, ez nem magyar trend, ez általában, ez világtrend, azokat a komercionális zene sorba foglalja el. Tehát ugyanis régebben egyszerűen ezt a zenét nem érte meg színpadokon játszani, hiszen sokkal több pénzt lehetett vele keresni. Albumokon, maxi CD-ken. Így van, így van. Igen. Ne ragozzuk. Viszont most, és nyilván ezért is van ez a rettenetes drágulása az élő produkcióknak, ez az egyetlen hely, ahol valódi nagy pénzeket lehet keresni. És úgy is alakult ki a showbiznisz most arra, hogy tulajdonképpen, ha úgy nézzük, akkor a menedzsmentek lettek a legfontosabb részei ennek az egésznek. A kiadók már régen nem érdekelnek senkit, a menedzsmenteknek vannak kiadó szárnyai, és Magyarországon is tulajdonképpen ez történik, és ezért probléma az, hogy nagyon megdrágult ez a 15-20-25 zenekar, mert minden lakossági fesztiválnak az egy kvázi kötelezően a lakosság nyomására meg kell ezeket hívni. Viszont van egy büdzséjük. Ha ennek a büdzsének a nagy részét elviszi az a 2-3 húzó név, és nem marad a kasszába csak mondjuk 10%-a a büdzsének, mert a 90%-et elviszi ez a 2-3 húzó név, akkor az a 10% az nem lesz elég a maradék 20 feltörekvő vagy kisebb zenekar. Tehát megint mi van? Az, hogy azokat tartjuk, azokat etetjük, azokat tartjuk életbe, akik
valamikor a hab tetejére kerültek. És akkor ti ezt orrfüved szándékosan ezt nem akarjátok támogatni. Mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk ennek az antitézise. Tehát mi, ráadásul szerencsére a mi közönségünk, a fesztivál közönségére gondolok, tehát nem az én vagy a zenekarom közönsége, szóval a mi közönségünk az szerencsére elég érzékeny még mindig ezekre a trendekre. És mondom, tehát tényleg, amikor azt mondtuk, hogy ezek a kereskedelmi rádiós zenekarok, vagy akkor commerce-nak hívott zenekarok, nem tudom, hogy mondjam, hogy ne sértődjön, mindig kevésbé sértődjenek meg. A gyávafost használtad. szóval, hogy ezek a zenekarok, amikor azt mondtuk, hogy aki ilyesmi, bár nagyon jó barátaink egyébként, az inkább most ne legyen, mert tudatosan azt mondtuk, hogy profiltisztítás van, ez a fesztivál nem akar ezeknek a fóruma lenni, ellenben akar azoknak a fóruma lenni, akik azt a szellemiséget képviselik, amivel a fishing annak idején eredetileg elindult. Ezért mondtuk, hogy van ez a vissza a gyökereket. És a mai napig most például 25-30 olyan, szerintünk jó zenekarnak mondtuk azt, hogy bocs, de nem férsz bele, és majd jövőre, mert van másik 25-30, aki viszont tök jó lenne, hogyha megmutatom ezt akartam magát. Pont kérdezni, hogy én azt vettem észre Orfűn, hogy mintha is neved sértésnek, mintha a te korosztályod, a te szintered, amiben ti jöttetek, ott lenne egy ilyen kicsit egy ilyen generációváltás Orfűn, hogy ahhoz képest, hogy Orfű volt az Alter Fesztivál, ahol Puff, Kispák, Quimby és a szokásos van, az utóbbi pár évben én azt láttam egy picit, mintha a közönség nem változott volna, úgy szignifikánsan, viszont azt látom, hogy azok a zenekarok, mondjuk az Indexen hype-olva vannak, azok egyre nagyobb színpadokon vannak, miközben egyébként mondjuk nem lett a Bohemian Betyársznak 20 000-re több lájkja az elmúlt 5 évben, de mégis ott nálatok felkerülnek. Ez abszolút tudatos. Aha. Tehát, hogy mi vagyunk az a fesztivál, aki én pont amikor voltam az akváriumban az Elefánt zenekar mostani lemezbemutatónál, azt mondtam a Csabának, hogy figyelj, kurva jó, még egy nagy színpados zenekarunk lesz. Tehát, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ezek a zenekarok nagyok tudjanak lenni, hogy ne mindig ugyanaz a 2-3 zenekar játszon a nagy színpadokon a főműsoridőben, és nagyon tudatosan rakjuk föl őket egyre nagyobb színpadokra. Nincs ebből sértődés? Hogy a backstage-ekben? Vagy már valami... Tehát igazából a Kálóc, aki a koncert szervezőnk, és egyébként keményebb, mint én, ő ezeket így benyeli. Tehát ő ezeket így... Én azt gondolom, hogy a Tamás amilyen hülye gyereknek indult, most is bizonyos értelemben hülye gyerek, de ő egy nagyon... Szóval én sokszor így nézek rá, hogy én vagyok 20 évvel idősebb, és mennyivel okosabb és jobb szimatú, mint én a francba. És persze én így tolom, amiket én így szeretek, meg így a személyes kedvenceimet, de sokszor azt mondja, figyelj, az ne, inkább ne odarakjuk, és kiderül, mert ugye azért mi nagyon tudatosan, bizonyos értelemben építünk egy ilyen archívumot, tehát mi minden koncertet rögzítünk most már évek óta, ez több ezer koncert most már, és ezek kim vannak a YouTube-on, egy csomó zenekar, lehet, hogy 10 év múlva csak innen lehet majd tudni, hogy ezek voltak, szóval bizonyos értelemben közszolgáltat végzünk, és viszont ennek van egy nagyon hasznos hozadéka, hogy pontosan látjuk, hogy mennyi ember van mindenkin. És hogy melyik helyszínen működik egy zenekar, figyelj, rakjuk át jövőre oda, mert ott jobban működött, stb. Engem az érdekelne, hogy nagyon régóta van az a mondás, hogy a magyar könyvzenei Szent Háromság Tancsapda, Quimby, Kispál. A mostaniak közül, akikről beszéltünk, hogy jönnek fel, de lefagyasztva, és most nem lépnek előre, de ti azért próbálkoztok nagyobb színpadra rakni őket. Melyik az a három zenekar, azok közök, akiket esetleg kedvelsz most is újak, akikre ezt a három zenekart rá tudnád húzni, hogy ha egy egészséges magyar zenei piac lenne, akkor ez a Szent Háromság, ez a három zenekar lenne. Hát a Szent Háromságot azt most kihagynám, mondok egy pár zenekart majd, de először elmondom, hogy ez azért nagyon fontos lenne, hogy valami történjen a vidéki szintérrel. Tehát Budapest az egész jól működik, tehát még a mai napig megtalálja a zenekar és a közönség egymást, hogyha van spiritus egy zenekarban. Nyilván vannak bizonyos szintek, ahol aztán megrekednek sokszor ezek, de a legnagyobb probléma, és egyébként ez a 90-es években is így volt, a legnagyobb probléma az, hogy nagyon ritkán tud vidéken kiépíteni médiatámogatás nélkül zenekar bázist. Tehát, hogy még az egyetemi városok úgy, ahogy, aztán vége. Most ez egy nagyon hosszú, sokrétű történet lenne belemenni, hogy miért van így, de igazából a fishing az egy ilyen oázis ebbe a helyzetbe. Tehát, hogy és nem véletlen azért a közönségünk legalább fele budapesti. Tehát, hogy főleg a heti jegyeseknek.
Tehát azért tudjuk ezt megtenni, uh-huh. mert sokan a kedvenc zenőkárokat meg akarják nézni mondjuk vidéken. Uh-huh. És aztán nyilván egy ilyen fórum az alkalmas arra, hogy még sok embert beszívjon egy-egy zenekar produkció. Na, de visszatérve, akiket én inkább a személyes kedvenceimet mondom. Erre gondoltam. Nem, tehát nem azokat mondom, akik népszerűek, nem? Akik, te személy szerint kezdszeretsz. Nem, tehát én azért ez most így össze fog érni ez a kettő, mert nem véletlen, hogy én ezeket szeretem. Tehát, hogy azért van valószínűleg egyrészt azért szeretem, mert valamilyen módon ezek illenek a magyar alter hagyományba, amelyik egy ilyen szövegcentrikus, ilyen, olyan, most ebben nem megyek bele. Tehát egyszerűen zeneileg jobban fel tudom őket dolgozni, vagy azt mondom, hogy jó, az van ismerős, vagy nem tudom. A másik pedig az, hogy valószínűleg a közönség is így van vele. Tehát, hogy azért nyilván az, hogy létezett Magyarországon az Európa kiadó, vagy mindig létezik, létezett a Kispál, létezett, és akkor mondhatnánk ezeket a klasszikus altert szénet meghatározó zenekarokat, szóval ez nem múlt el nyomtalanul. Tehát van egy magyar hagyomány, és amelyik ebbe beilleszthető, szerintem az a közönségnek is könnyebben kódolható. Elefánt. Mindenképpen. Esti Kornél. És a harmadik az ilyen változó. Tehát, hogy abból bármi lehet, ott van egy csomó zenekar, aki harmadik lehetne. A Bohemian Betyárztól kezdve a Midlemisred köre, vagy a Szabó Benedekék köre, ugye ott is X zenekarról beszélünk. Szóval, hogy ott egy csomó minden lehet. Én azt gondolom, hogy mint produkció jelenleg a legjobb nagy színpados állapotban az Esti Kornél meg az Elefánt van. Hogy ők azok, akik ki is töltik a teret, erre gondolsz? Illetve akik beváltják azt a fajta, akik be tudják már most váltani azt a fajta reményt, amit én belehallok. Tehát nekem például a Szabó Benedek produkcióival egyetlen egy bajom van, hogy nekem zeneileg nem érdekes. Tehát, hogy nekem nagyon... De most ez azért hülyeség, mert a Cseh Tamás se érdekes, és mégis érdekes. Érted? Persze. Szóval, hogy valahogy... És van ennek az angol száz popzenében hagyománya, hogy direkt nem vagyunk érdekes, és direkt azt a három akkordot használjuk, és direkt ilyen minimálok vagyunk. És nekem mégis egy fülem egy idő után hiába nagyon jók a szövegek, és hiába kompakt kis dalok, de valahogy a formával nekem egyszerűen egy producer után ordít. Ez nem egy jelenség Magyarországon, hogy nincsenek igazán jó olyan, akik tényleg ahhoz értenek, hogy egy jó dalt még jobbá tegyenek? Hát ez egy óriási baj. Igen, tehát ugye igazából ez is egy hosszú próbál, pénz vonulata van, vagy pénzvetülete van, stb. Szóval alapvetően a magyar hangfelvétel előállító ipar az abban érdekelt, hogy egy műszakilag kompakt, neutrális, nem túl izgalmas szandal, amelyik viszont valamilyen módon a zenekar mondjuk elégedettségét azért elnyeri, tehát hasonlít arra, amit ők próbateremben magukból hallanak, egy ilyet állítson elő. Ezek tulajdonképpen a magyar hangfelvételek sokszor azok, amiket ti ünnepeltek, és az év felvételként tartjátok számon, bár vannak szerencsére kivételek, amik relatíve ösztönösen jó produszáltak. Ezek szerintem demók. De függetlenül én imádom a demókat, én gyűjtöttem régen a demókat. Tehát nekem, tényleg? Persze, Olaszországban lehetett régen kapni koncert, nem valami jogvédelmi para miatt, ott lehetett kapni demókat és koncertfelvételeket. És például megvolt az Aktum Baby demója nekem. Tehát az azért tanítani való, mert meg lehet nézni, hogy ilyen közepes, ilyen soft rock uncsi számokból mit csinálnak a producerek? Ja. Tehát, hogy a 90-es évek egyik legfontosabb lemezét, amelyik meghatároz aztán az a következő 10 év összes rockzenekarának, vagy ilyen stadion rockzenekarának a szandját, megcsinálják. Nem rossz, de ilyen, tehát semmi különös. Tehát ez nem érdekel? Te nem tudnál leülni a zenekarra, hogy akkor nincs te... Nincs az a pénz. Tehát most mondj egy zenekart, amelyik, mert ez munka. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 vagy 3 hónapig én azzal foglalkozom. Éjjel-nappal. És a másik pedig az, hogy én nem vagyok azért sound designer. Tehát, hogy inkább zenei rendező vagy ötletember tudnék lenni, tehát egy ilyen supervisor-kodni tudnék, de nekem kellene még egy ember, aki végrehajtja azt, amit én kitalálok. A jobb szemem elég rossz állapotban van, és nem is tudok nagyon sokáig gépezni. Tehát én egy-másfél óra után abba kell hagynom. Akkor helyette még... Csinálsz újabb Kispárt valamikor, összeálltok még egy 10 év múlva, vagy lesz valami ehhez hasonló? Az a jó, hogy a Kispár most már elég messzire került ahhoz tőlem, hogy tudjam szeretni. Nem a személy, hanem persze, az egész. Persze. Szóval nyilván nekem volt egy idő, amikor azt éreztem, hogy attól rettegtem, hogy úristen, én ebbe bele fogok így
ízélni, hogy ezeket, ezt a 20 számot fogom játszani egész életemben, és, azt, és ilyen májusban útra kelünk, elmegyünk az összes bodobást töltő fesztiválra, ott eljátszunk a szökített nőt, és utána szeptemberben szögre akasztjuk a gitárt, és akkor elmegyünk telelni, és hogyha még élünk jövő májusban, akkor megint elkezdjük. Szóval, hogy én nyilván, én nem ezért csinálom ezt a dolgot, engem ez egyszerűen nem érdekel. Mondjuk egy csillag egy fecskét, meg mindig játszátok ezt. Ezt mindig meg akartam kérdezni. Igazából ezek a dal, azért, a csillag egy fecskét azért játsszuk, mert az, az egy, tehát a Kispál életműből szinte csak olyan dalokat játszunk, amiket én írtam az elejétől a végéig. Egyrészt a Kispál gitárjátékát nem akarom másokkal felidéztetni, másrészt pedig, pedig azt inkább úgy érzem, hogy az ott nem kérdezheti meg senki. Én se kérdezem meg magamtól, hogy ezt miért játszom. Egyszerűen ennyi az egész. És a csillag vagy fecskét azt én írtam. Vagy a, van még egy pár ilyen Kispál szám, amit én írtam. Elejétől a végéig. Én mondtam a Kispálnak, hogy ezt játszd. Tehát, hogy ma már több számot csinálok így, de azért a Kispál az... Nyilván ez, el kéne mesélnem, hogy hogy gyúródtak a dolog, meg mizé. De ez egy tényleg egy ilyen közösség, ilyen közös, ilyen furcsa munka volt, amit sem előtte, sem azóta nem láttam más zenekarokban, hogy hogy készültek dalok. Tehát azért a legtöbb zenekarban úgy írnak dalokat, van egy szerző, annak van egy elképzelése, és aztán lehet, hogy ha rugalmas, akkor azt mondja, hogy ez jobb ez a basszus szólam, mint amit én kitaláltam, legyen az. Tehát úgy kvázi mindenki belerakja magát, de azért nem úgy készülnek a dalok, hogy még a nyugati nagy példaképeim se úgy írtak dalokat, hogy így szinte soronként máshoz kötődik, vagy a riffből indul ki egy szöveg, aztán a szöveg folytatódik. Szóval, hogy ezek ilyen próbákon gyúródtak dalokká, és ezt nagyon nehéz ilyen értelemben visszaidézni, és nagyon nehéz, és én az András nélkül nem is akarom ezt így erőltetni. Ezeket a dalokat azért játszom, mert sokkal inkább az én bennem gyökereznek, mint sem a Kispál zenekarba. Akkor azt mondod, hogy az soha nincs kizárva, hogy megint egyszer úgy érezted, hogy most már annyira távol van a Kispál, hogy már megint vágysz arra, hogy egy másfél órára összeálljátok a színpadon? Igen, szóval... Mondjuk a Lovasi 60-nál, vagy ilyesmi. Ja, vagy a Kispál 60-nál. Okay. Szóval, hogy az közelebb van, csak azért. Aha. Szóval, hogy bizonyos értelemben ezt így fű alatt ezeket a vágyaimat a szülinapi koncertemen, aztán utána még néhány ilyen után lövésen ezt úgy nagyjából kiéltük. Tehát, hogy ez most egy darabig szerintem megvan. Igazából mi ilyen, hát nem is tudom, tehát van ez a, tudod, ez a távoli kedves rokon viszony, hogy így megvan, a Diósival szinte naponta találkozom, de ővel is nagyon ritkán szoktam beszélni a Kispál zenekar ügyeiről, de van egy ilyen szolidális ilyen vonal, mi kicsit olyan, mint akikvel együtt járt a gimnáziumba, tudod, hogy így tudsz róla, meg hogyha beteg, akkor felhívod, meg hogy oké, mi van veled, na, hallom, a gyerek leérettségizett. Szóval, hogy kicsit ilyen az egész, és nincs vele különösebb baj, talán, meg úgy mondom, szóval, hogy nincs az a fajta rettetes felhajtó erő, hogy állandóan játszanunk kéne ezeket a dalokat, de ha lesz ilyen, akkor majd játszunk. Tehát, hogy... Ja, ennyi. Utolsó kérdésnek. El tudod azt képzelni, hogyha tegyük fel egy másik nagyon jó barátod indul Fideszes színekbe, egy másik megyeszékhelyen, majd egy polgármester választáson, akkor te ugyanúgy beállsz mögé, akkor is, hogyha munkáspárt színekben van, akkor is a Fidesz színekben van, tök mindegy, mert Az a jó hírem, hogy viszonylag kevés politikai babérokra törő barátom van, hát ezzel a dilemmával nem kell megbirkoznom, de nyilván alaposabban meggondolnám ezt. Most már egyszerűen, hát így én is tanulok ugye az élettől. És én nekem ez mindig, tehát én azért úgy vagyok a világban, hogy attól érzem jól magam, hogy azt csinálok nagyjából, amit akarok. És azt is mondok, amit akarok, és szerintem a pop szakma eredetileg azért egy rettetesen jó szakma, mert a legnagyobb hülyeségeket is lehet mondani, akár színpadon, ami eszedből, és lehet, hogy egy hét múlva megbánod, és lehet, hogy... De én ezt az illúziót nem szívesen engedném, mert szerintem borzalmas az, hogy Magyarországon a politikusok azok előbb mondanak borzasztó nagy baromságokat, mint amennyire
egy popzenésznek ez meg van engedve. Tehát én imádom például Krúbit azért, mert ő például olyan, amilyennek lennie kell egy popzenésznek, egy ilyen hülye gyerek, aki berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy na, itt meg ez van. És ez a lényege az egésznek. És hogyha ezt hip-hopnak hívják, vagy trapnek, akkor hívják úgy. Hogyha punknak, akkor hívják úgy. De hogy én ezt a fajta attitűdöt keresem, és szeretem a zenébe. Csak nyilván ez egy 20 éves embernek sokkal autentikusabb és jobban áll, mint amikor én 52 évesen ezt csinálom, mert akkor már engem lehet, hogy persze, Kossuth Díj, meg leszoptad anyádat, meg ügy. Szóval, hogy... De én attól függetlenül, és valamennyire persze az ember megtanul kompromisszumokat látni, meg minden, de én attól függetlenül akkor érzem jó magam, hogyha egyből mondhatom azt, ami eszembe jut, és nem kell gondolkodnom rajta, hogy úristen, most ezzel kinek ártok, kit bántok meg, ki lesz az, aki majd haragszik rám emiatt, és így. Nem, én nem akarok megfelelni mindenkinek, én nem akarom a legnagyobb merítéssel vadászni a közönségemet, ez van. És nyilván ez nem egy korszerű közelítés, de ha én ettől érzem jól magam a bőrömbe, akkor miért ne így csináljam? Na, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk az adásba. Micsoda végszó, mi? Meg egy ez gyönyörű, ez annyira szép volt, hogy egy pillanat, hogy a szemembe is néztem, hogy remélem, hogy most akkor le is zárni, csak hogy tök jól le tudjuk zárni a beszélgetést. És még el kéne beszélgetnünk a rapalákról, de sajnos most... Fú, még egyébként nagyon annyi mindenről lehetne még, de majd legközelebb. Igen. Ja. Köszönjük szépen Lovasi Andrásnak, hogy itt volt a Stank Podcastben. Köszönjük szépen Molnár Rékának is, hogy együtt vezettük az adást. Én Sajó Dávid voltam. Igen, köszönjük, hogy elmondtad helyettem. Igen, András közben megfogod a háttérbe, de egyébként nagyon jól bírtad egyébként, mert András úgy jött ide, hogy hú, végig fogja köhögni, és igazából tök jó volt, szóval, hogy ezért is nagyon szépen köszönjük, András, hogy itt volt. Tehát ti hallgassatok minket legközelebb is, meg adjatok 5 csillagot iTunes-on, mert az nekünk nagyon jó, és akkor még több adást tudunk csinálni. Legközelebb nem tudom még milyen adással jövünk. Köszönjük, hogy hallgattatok, sziasztok!